21. századi technológia új csarnokban új gépekkel is termel az egyik nyíregyházi külfeldolgozó vállalkozás. 110 millió forintos fejlesztés, megújult az ökocentrum Nyírbélteken. Kapacitás növelés, 1,5 milliárd forintos beruházás a Túró Rudit is gyártó Friesland Campina Hungária ZRT Máté Szalkai tejüzemében. Mintegy 500 millió forintos fejlesztést hajtott végre az egyik külfeldolgozással foglalkozó nyíregyházi cég. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A szerdán átadott új csarnokban néhány hete folyik a termelés a legmodernebb technológiával. A 380 millió forintos támogatással megvalósult beruházás keretében két új gépet is vásároltak. Márvány és kőlapok sorakoznak a Civis Márvány Kft. Tó utcai telephelyének udvarán. A vállalat 2006 óta van jelen a kőiparban, elsősorban a sírkőpiacon, de az építőiparban is folyamatosan értékesíti saján gyártású termékeit. Eddig csak csiszolt gránit, márvány és mészkőlapok továbbfeldolgozását tudta megvalósítani. Ez azonban jelentősen korlátozta mind a beszerzést, mind az értékesítést. Ezen a helyzeten segít a cég új 1000 négyzetméteres csarnoka, amelyet az elmúlt bő egy évben építettek fel. 2016-ban pályáztuk meg, 2017. decemberében kaptuk az értesítést, hogy indulhat, és 2018. júniusában indult el a beruházás. 2019. márciussal installáltuk a berendezéseket, áprilisban indult a próbaüzem, június-júliusban fejeztük be a próbaüzemet, és igazából augusztus-szeptembertől gyártunk. Több mint 10 embert vettünk fel azóta, de még szükségünk lenne emberre, hiszen a megrendelés állomány mind a sírkő, mind az építőipar, a kandallóipar részéről folyamatos. A beruházás részeként beszerzett high-tech kőtömbvágógép működését mutatja be a tulajdonos a csarnok szerdai átadóján. Ez pedig már az a csiszológép, amelyet szintén nemrég üzemeltek be. Nem csak ezek az eszközök, hanem a teljes technológia modern a 21. század elvárásainak megfelelő. Mindezeknek köszönhető, hogy a cég képessé vált a legegyedibb építőipari igények kielégítésére. Ez azt jelenti Nyíregyházának és a megyének, de az egész országnak is, hogy egy kis és közepes vállalkozás versenyképessége javul, hatékonysága nő, a kormány egy uniós programból támogatta ennek a gépnek a beszerzését, Nyíregyháza az infrastruktúrával segíti, és tulajdonképpen a megyében pedig a munkahelyek bővülését is eredményezheti ez a vállalkozás. Nyíregyháza polgármestere azt emelte ki, ez az innovatív fejlesztés, amely mintegy 500 millió forintba került és 380 millió forintos támogatásból valósult meg. Nem csak a cég életében jelentős, hanem a város, sőt az egész ország számára is. Én azért is vagyok itt, hogy kifejezzem, hogy mennyire fontos az, hogy a nyíregyházi vállalkozók itthon fejlesztenek, ruházzanak be, munkahelyeket is teremtenek, hiszen egy mikrovállalkozásként indult a cég, most már 15 főt fog foglalkoztatni, és hogy ilyen sikeresek, hiszen ők egy nemzetközi kapcsolatrendszert is felépítettek, és én azt tenném még hozzá, hogy amit jó érzés nekem polgármesterként látni, hogy találkozik a helyi gazdaság, a helyi cégek fejlesztése az önkormányzat fejlesztési programjával. Az átadáson elhangzott a fejlesztés új perspektívákat nyithat a kőipari piac számára, alkalmazkodva az új trendekhez, melyek szerint egyre nagyobb az igény a természetes kövek iránt. A megyei közgyűlés elnöke azt emelte ki, hogy a nyírségi homokra is lehet komoly vállalkozást építeni, ha szilárd alapra például kőre építkezünk. A nyírségi homokra lehet komoly vállalkozást építeni, hogyha szilárd alapra, mondjuk kőre építkezünk. Ez a kis vállalkozás bebizonyította számunkra ezt. Itt a nyírségben, sőt talán Magyarországon is nem bővelkedünk ásványi anyagokban, nyersanyagokban, természeti kincsekben, ám de bővelkedünk kreatív emberekre, emberekben, olyanokban, akik felismerik a lehetőségeket. Itt ez a vállalkozás felismerte ezt a piaci rést, amiben unikálisak tudnak lenni Magyarországon, sőt Közép-Európában is. Az új csarnok jelentette plusz kapacitással a belföldi igényeket szolgálja majd ki a cég. De Romániából és Szlovákiából is folyamatos az érdeklődés, és szeretnék a későbbiekben Nyugat-Európát is megcélozni. A fejlesztés itt nem is áll meg, két új CNC-s megmunkáló gép előlegét már ki is fizették,
Ezek majd hamarosan a vágást és a megmunkálást segítik, és ehhez a bővítéshez is szükség lesz új szakemberekre. A vállalkozás emellett szeretne az Ipar 4.0-ba is pályázni, valamint a melléktermék feldolgozásra egy K+F projektet indítani. Kocsornak 2016 óta jobbikos polgármestere van, mégis több mint 500 millió forint értékű pályázati forrás nyert a település, számolt be az elmúlt három évről Földi István. Kocsort polgármestere kiemelte, a 100%-os támogatásoknak köszönhetően megújult az önkormányzati konyha, orvosi eszközöket szereztek be, az ASP rendszerhez kapcsolódtak és aszfaltozási munkálatokat is végeztek. Hozzátette, egy polgármesternek az a legfontosabb feladata, hogy a települése folyamatosan fejlődjön és egyre modernebb legyen. Függetlenül attól, hogy milyen politikai beállítottságú a polgármester, egy jó szakmai stábbal rendelkezik, és kiaknázzák a pályázati lehetőségeket, és ennek alapján pedig eredményeket tudnak felmutatni, és az eredmények alapján a helyi embereket tudják szolgálni. Tehát, hogyha valaki azzal kampányol, hogyha nem olyan polgármester lesz, akkor úgy gondolom, a kocsóri példa egy élő példa arra, hogy az állításai megbuktak. Egy 1,5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően jelentősen nő a Friesland Campina Hungária ZRT Mátészalkai tejüzemének kapacitása a jövőben. A fejlesztés eredményeként a túró alapanyag kapacitás 25%-kal, a csomagoló kapacitás pedig 50%-kal nő a gyárban. A Friesland Campina a következő 4 évben a hazai piaci pozícióinak megerősítése mellett felkészül az export piacokra történő kilépésre is. A tejtermékgyártás az egyik legjelentősebb szakágazat az élelmiszeriparban. A foglalkoztatás, az árbevétel és a beruházások tekintetében a tejipar részesedése az ágazatban megközelíti a 10%-ot, közölt az agrárminiszter a Mátészalkai rendezvényen. Jelképes szalagátvágással adták át a Rudi gyár beruházását kedd délután Mátészalkán. Itt pedig már azt láthatjuk, hogyan készülnek azok a tejdesszertek, amelyeket már a szinte minden magyar család fogyaszt. A fejlesztés egy 5 éves kapacitás bővítési folyamat része. Ennek köszönhetően a világ színvonalú technológiával dolgozó szabolcsi termelő üzemben 25%-kal több, magasabb hozzáadott értékű tejterméket lehet majd előállítani, a csomagoló kapacitás pedig 50%-kal nő a gyárban. Az első fázis befejeztével már most nagyobb mennyiségű és többféle túrórudit képes előállítani az üzem, amely ezáltal több nyers tejet is vásárol a jövőben a helyi termelőktől, kiszámítható piacot teremtve az agráriumnak. A kapacitás bővítést az egyre növekvő kereslet tette szükségessé. A Friesland Campina Hungária saját forrásból elindított beruházása a következő évek fejlesztéseit is megalapozza. Először is tudni kell, hogy 45 északkelet magyarországi tejtermelő gazdasággal állunk kapcsolatban, tőlük kivétel nélkül hosszú távú szerződésekkel vásároljuk fel a nyerstejet. Ez a nyerstej kb. 45 millió kilogramm nyerstej, ami bekerül hozzánk, ennek a 3/4 itt a Mátészalkai üzemben kerül feldolgozásra. További 350 hazai beszállítónk van, tőlük további alapanyagokat, segédanyagokat, szolgáltatásokat vásárolunk, tehát nyilvánvalóan Friesland Campina egy ilyen hálózatra van, ha úgy tetszik, pozitív hatással, most már évtizedek óta a régióban és egész országban. Az üzemben évente mintegy 6000 tonna sajtot gyártunk, ez a két üzemrész termelése együtt. Ez azt jelenti, hogy ebben a formában a Mátészalka nem csak készterméket gyárt, hanem az ország egyik legnagyobb túrógyártó üzeme is. De ezt a túrót most 100%-ban, ezt a 6000 tonna túrót már csak késztermék formájában látják a fogyasztók, túróludiként vagy krémtúrónként és többi pöttyös termékként. Ha mind a három gyártósor üzemel, akkor naponta 1 millió rudit is tudnak gyártani Mátészalkán, de mellette évi 26 millió darab krémtúró és több mint 5 millió darab vajkrém is készül a szabolcsi üzemben. A tejtermékgyártás az egyik legjelentősebb szakágazat az élelmiszeriparban, közölte az agrárminiszter Mátészalkán. A kormány, az agrárminisztérium, a termelők és az élelmiszergyártók szoros együttműködésének köszönhetően a hazai élelmiszeripar egyre több magas szinten feldolgozott élelmiszert állít elő a magyar gazdák által megtermelt kiváló minőségű alapanyagokból. A magyar termékek aránya a boltok polcain most már 50% fölötti. Hagyományosan erős alapanyag termelésünknek köszönhetően a tejfeldolgozáshoz kapcsolódó termékkörök, köztük a friss tej, a túró, tejföl, kefir esetében a
hazai beszállítók aránya 90%-ot meghaladja már minden kereskedelmi, kiskereskedelmi lánc esetében. És az UHT tej tekintetében is 80% körüli most már ez az érték. A tejtermékgyártás az egyik legjelentősebb szakágazat az élelmiszeriparban. A foglalkoztatás, az árbevétel és a beruházások tekintetében a tejipar részesedése az ágazatban megközelíti a 10%-ot. A tejtermékgyártásban működő közel 100 cég több mint 6600 foglalkoztatottal 316 milliárd forintos árbevételt realizált az elmúlt évben. Az elmúlt 18 hónapban mintegy 1,5 milliárd forintos saját erőből sikerült növelni a tejüzem kapacitását. Egy következő 4 éves ciklus követi ezt a beruházást, amelynek célja, hogy a cég megerősítse a piaci pozícióját, valamint felkészülnek a régiós exportra is. Így pár éven belül már nem csak Magyarországon lesz elérhető a magyarok kedvenc túró desszertje. A tejüzem és a város kapcsolata is kiemelkedő. Erről Máté Szalka polgármestere beszélt. 2018 az az év is, amikor Máté Szalka város önkormányzata úgy döntött, hogy a Friesland Campina Máté Szalkai üzeme az a képviselőtestület egységes döntése alapján megkapja Máté Szalka város kiváló vállalkozása kitüntető címet. Azt mindjárt tisztáznunk kell, hogy ehhez kevés az, hogy valaki innovatív módon fejleszti a termékeit, termel, és egyébként pedig végzi a dolgát, embereket foglalkoztat. Mi akkor adományozzuk ezt a címet, hogyha az adott vállalkozás az a város életének, közösségének szerves része. És éppen arról beszéltem miniszter úrnak, mikor az előbb vezérigazgató úrral beszélgettünk, hogy az elmúlt években a város és a Friesland Campina ZRT kapcsolatát igazából nem lehetne már hová fejleszteni, olyan szinten működünk együtt. A Friesland Campina Hungária ZRT Máté Szalkai üzemében közel 300-an dolgoznak. Kizárólag itt készülnek a kiváló minőségű és országszerte népszerű pöttyös és militáj termékek. A cégcsoport egyébként világszerte 22 ezer munkavállalót foglalkoztat. Évi nettó árbevétele meghaladja a 12 milliárd eurót. Ebből a Friesland Campina Hungária ZRT tavaly 30,9 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 2,1 milliárd forint adózott nyerességet ért el. 110 millió forintos pályázati támogatásból újult meg az Ökocentrum Nyírbélteken. A beruházás célja az volt, hogy a korábban Debrecenből induló Zsuzsi-Erdei vasút egyik megállóhelye újra a térség turisztikájának egyik fő célpontjává váljon. Alig 2 hét leforgása alatt ez volt a második jelentős fejlesztés a nyírségi településen. Évtizedekkel korábban a környék egyik leglátogatottabb helyszíne volt a nyírbélteki ökopark, amely azonban az utóbbi években elhanyagoltá és kihasználatlanná vált. 2016-ban sikerült pályázni a centrum felújítására, a munkálatok befejeződtek, kedden pedig át is adták a látogatóközpontot. A hely megújult, épületekkel gazdagodott és valódi kiránduló helyé vált, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Egy topos pályázat keretében sikerült nekünk a turisztikai pályázatunk. Gyakorlatilag 110 millió forint bruttó összegből tudtunk gazdálkodni, ez 100%-ban volt támogatott, tehát nem kívánt önerőt, és itt a régi Zsuzsi vasút végállomását újítottuk fel, illetve teljesen új épületeket építettünk, és gyakorlatilag az erdőt, ami itt van mindjárt mellette, azt pedig kialakítottuk egyfajta sétáló erdőnek, és vagy sétáló sétánynak, úgy lehet mondani, gyerekeknek ilyen sétány, és ki vannak téve bizonyos kreatív, interaktív táblák, amelyek a későjüket majd fejlesztik a későbbiekben. A park nem csak a növény és állatvilág bemutatására szolgál, a kiállító termekkel valódi helytörténeti múzeumként is funkcionál. Simon Miklós országgyűlési képviselő a látogató központ átadó ünnepségén elmondta, a térségre rá is fért a turizmus lehetőségeinek bővítése, ennek érdekében hozzáláttak egy nagyobb program megvalósításához. Kezdeti lépésnek szánjuk ezt, kiegészíti majd az a turisztikai program, amit a megye jegyez. 1,4 milliárd forint értékben itt 30 települést érint a választókerületünkben ez a program.
és az csatlakozik ugye majd ehhez, és ezen kívül a harmadik lába a térség turisztikai fejlesztésének, az pedig a Nyírbogát Kisléd, a Mária Pócs kerékpár összekötő út. Nyírbelteken alig két héttel ezelőtt komoly energetikai beruházások készültek el, mintegy 250 millió forintból korszerűsödött a polgármesteri hivatal, az általános iskola és az idősek otthona épülete, a község pedig pályázott mini bölcsöde építésére is a Magyar Falu programban. Szombaton és vasárnap Nyíregyházán rendezik meg az Aerobik Magyar Kupa harmadik fordulóját. A Continental Arénában 24 egyesület, 332 csapata mutatja meg gyakorlatait. A korosztályonként és kategóriánként legjobb 6 csapat bejut a november elején esedékes budapesti országos döntőbe. Negyedik alkalommal az otthon Nyíregyháza Magyar Kupa fordulónak, amely ebben az évben a harmadik a sorban, mivel a novemberi országos döntőbe a két legjobb forduló eredményei alapján jutnak be a csapatok, még gyakorlatilag mindenki reménykedhet. A rendező Flexiteam Aerobic Klub 12 csapattal képviselteti magát, és a cél az, hogy minél többen ott legyenek közülük a fővárosi fináléban. Konkurenciában nem lesz hiány, mivel több mint 330-an mutatják be gyakorlataikat a Basic Aerobic, Challenge, Step, Aerodance, Aerostep és Polt Aerobic kategóriákban. Itt lesz az egész mezőnynek, az aerobik magyar mezőnynek a krémje. Nagyon érdekes és nagyon látványos ez a sport. Plusz én még azt is hozzá tudom tenni, hogy nagyon népszerű is Nyíregyházán, hiszen immár két egyesület is működik, és így nagyon sok nyíregyházi versenyző is és érdeklődő, illetve most beiratkozó gyermek is üzít. Szeretnénk, hogyha még tovább tudnánk ezt a sportágat népszerűsíteni. Zenére végzik ezt a gyerekek, és én azt gondolom, hogy elfér a biztatás, szeretnének bent lenni a döntőbe, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a nyíregyháziakat, és szeretnénk, hogyha minél többen kijönnének. A program szombaton és vasárnap is 9 órakor kezdődik a Continental Arénában. A szervezők fogyatékkal élők számára is biztosítanak versenyzési lehetőséget, valamint meghirdettek egy jótékonysági akciót is, a rendezvényre készített karkötők megvásárlásával lehet segíteni a rászorulókat. Megszerezte második bajnoki győzelmét a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Superliga 5. fordulójában lejátszott mérkőzésen 7-1-re verte a Kaposvárt. A hétvégén nem rendeznek fordulót a legmagasabb osztályban, a nyíregyháziak a jövő héten Kazincbarcikán lépnek dobóállásba. Az idén nyitón Győrben aratott győzelmet követően 3 vereséget szenvedtek a nyíregyházi tekézők, igaz olyan ellenfelektől, amelyekkel szemben esélytelenül léptek dobóállásba. Ez bizonyítja, hogy az Alegerszeg, majd a Szeged is pályacsúcsot dobott a városi stadionban. Az 5. fordulóban a Kaposvár elleni meccsnek már győzelmi reményekkel vágtak neki fintáik, annak ellenére, hogy a Somogyiak ellen még egyszer sem nyert az NTK. Most azonban megtört a jég. Ez nagyon kellett, hogy az elsősorban Magyarorsi Péter, illetve a Fehér Béla is közel 600 fás eredményt produkálva megszerezze maga biztosan a csapatpontot, és jócskán szereztünk még csapatfát is. A középső sorban a Kedezsőnek annyira nem ment a játék, míg az ellenfele azt fantasztikusan elkapta a pályát, de emellett a Sriár Tamás 2-2-es szett aránya, de behúzta a nagyon fontos csapatpontot, így az árósorra közel 40 fával léphetünk dobálásba a Kastora Zsoltival, ahol még az első 30 óriásit zárkóztak a vendégek, azonban a másik 30-as szériában a Zsolt is és én is fantasztikus bombát robbantottunk, és ezzel megnyugtató előre tettünk szert, és azt lehet mondani, a végét már csak le kellett játszani, és a Kastora Zsoltinak is csupán 4 fával, de meglett a csapatpontja, jó magamnak meg abszolút magabiztosan meglett a csapatpontunk, és így alakulhatott ki, hogy 7-1 arányú győzelmet arattunk, és ami a csapatfánkat illeti, 3395 fát értünk el, úgyhogy végre megint ott vagyunk a 3400 körüli csapatfán, ami mindenképpen biztató lehet a jövőre nézve. A nyíregyháziak a Magyar Kupában is bizonyíthatnak majd, mivel először neveztek ebbe a sorozatba is. Cseszlej Sándor klubelnökünk úgy döntött, hogy most végre valahára induljunk el, mérettessük meg magunkat. Nyilván itt azért a Superliga a meghatározó csapatai mind elindulnak majd. Nagyon nehéz bekerülni a 4-es döntőbe. Itt a régiók, illetve azt lehet mondani, hogy a Dunántúli csapatok fognak majd folyamatosan felmenő rendszerben összekerülni. Nehéz lehetőség lesz majd ez, de mindenképpen, hogyha oda kerülnénk, akkor ott egy olyan lehetőség van, hogyha jól szereplünk, akkor nemzetközi
nemzetközi kupa mérkőzésekre ki lehet jutni az NBC kupára, ami a Csesze és Sándor klubelnökünknek egy óriási nagy álma, és majdnem azt mondom, hogy ezzel az első lépést meg is tettük, hogy végre neveztünk, és mindenképpen megmérettetjük majd magunkat ebben. A Szuperligában 5 fordulót követően 4 ponttal a 7. helyen áll az NTK 12 csapat a számláló mezőnyben. A hétvégén nem rendeznek fordulót, a jövő héten Kazincbarcikán lépnek dobóállásba Fintáék. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mintegy 500 millió forintos fejlesztést hajtott végre az egyik kőfeldolgozással foglalkozó nyíregyházi cég. A szerdán átadott új, mintegy 1000 négyzetméteres csarnokban néhány hete folyik a termelés a legmodernebb technológiával. A 380 millió forintos támogatással megvalósult beruházás keretében 2 új gépet is vásároltak. Eddig több mint 10 új munkatársat vett fel a vállalkozás, de további létszámbővítést is terveznek. 110 millió forintos pályázati támogatásból újult meg az Ökocentrum Nyírbélteken, amely a helyi növény- és állatvilág bemutatása mellett helytörténeti múzeumként is funkcionál a jövőben. A község polgármestere elmondta, a cél az, hogy a Zsuzsi-Erdei vasút egykori megállóhelye újra a térség kedvelt turisztikai célpontja legyen. Alig 2 hét leforgása alatt ez volt a második jelentős fejlesztés Nyírbélteken. Egy 1,5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően jelentősen nő a Friesland Campina Hungária ZRT Máté Szalkai tejüzemének kapacitása a jövőben. A fejlesztés eredményeként a túró alapanyag kapacitás 25%-kal, a csomagoló kapacitás pedig 50%-kal nő a gyárban. A Friesland Campina a következő 4 évben a hazai piaci pozícióinak megerősítése mellett felkészül az export piacokra történő kilépésre is. A tejtermék gyártás az egyik legjelentősebb szakágazat az élelmiszeriparban, a foglalkoztatás, az árbevétel és a beruházások tekintetében a tejipar részesedése az ágazatban megközelíti a 10%-ot, közölte az agrárminiszter a Máté Szalkai rendezvényen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 2-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A folytatásban változóan felhős idő lesz, majd estétől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhat eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, majd az északira forduló szél megerősödik, időnként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. Csütörtök estig túlnyomóan borult lesz az ég, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyre kevesebb helyen várható, néhol zivatar is kialakulhat. Az északi szél sokfelé viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, a napos periódusok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szombaton több felé, majd elszórtan esőre, záporra is számítani lehet. A hideg éjszakákat az ilyenkor szokásosnál hűvösebb nappalok követik.